Na, következő volt, a főiskolán Csabi barátommal csináltunk, mindig unalmas énekórák voltak, és éppen olasz dal énekórák voltak, és már a tanárok is unták, hogy mindig, és akkor és akkor a Schubert dal, olasz dalok, minden, és akkor kitaláltuk, hogy mit csinálnánk, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy három tenort koncertet. Tehát azokat a dolgokat, amiket kell vizsgálni énekelni, ezt ugyanak kell, mint a Pavarotti, Domingo, meg a Elias. És akkor kitaláltuk, és hát azt mondták a tanárok, meg a rektorok, hogy mióta ott tanítanak, a legszórakoztatóbb énekvizsga volt. És aztán annyira, hogy meg a főiskolán ott a vizsgán látott minket egy producer, és elkezdett minket hívni. És főiskola alatt már ebből éltünk, hogy három tenor koncerteket csináltunk különféle rendezvényeken. És azt gondoltam, hogy ezt most szeretném megidézni, a Pokotai Péter, ő nem jött el, ő kilépett az életünkből, nem tudom merre van, viszont Egyházi Géza beugrott Pokotai Péter helyett, úgyhogy most kérem szépen a három tenor Domingo helyett legyen akkor Egyházi Géza. Mivel nem vagyunk a legkisebb éveszak a Kárlász, és akkor a Pokotai Péter egy jegyeti csava. És a zongora emelt pedig Arany Tamás segít minket, ő fog minket kisegíteni. És akkor jöjjön egy dal.